6 millió euró, azaz nagyjából 1,5 milliárd forintnyi összeg áll a Vajdaság rendelkezésére 2011 és 2017 között a Duna Stratégia Szeged Plusz programjában. A pénzt elsősorban kis- és középvállalkozások fejlesztésére lehet majd felhasználni, mondta Dajcs Tamás, a vajdasági horgosom, ahol egy épülő ipari parkot látogatott meg Bénagy László kormány megbízotta. Szerbiai látogatásukon mindkét politikus hangsúlyozta, Magyarország támogatja a Szerbia uniós csatlakozását, mert az gazdasági és nemzetpolitika szempontból is fontos. A vasút is itt közel van, ipari vágánnyal. A horgosi ipari park előnyeit sorolja a magyar kanizsai polgármester. 3 éve próbálják kiépíteni az infrastruktúrát, ám a rendelkezésre álló források csak nehezen érkeznek. Így egyelőre azt sem tudni, mikor települhetnek befektetők a Vámszabad területre. Logisztika olyan ipari tevékenység, amely környezetkímélő, és természetesen a fő szempontunk az, hogy minél több munkahelyet teremtsenek. Az Unió Duna stratégiájában az úgynevezett Szeged Plusz programban 2011 és 2017 között 6 millió euróra lehet majd pályázni. Szerbiában, Vajdaságban lehet fontos, meghatározó infrastruktúrafejlesztési, munkahelyteremtési programokat támogatni. Magyarországnak nemzetpolitikai és gazdasági szempontból is fontos Szerbia uniós csatlakozása. Erről a Csongrád megyei kormány megbízott beszélt Szabadkán. Szerbiának közeljövőben előcsatlakozási szerződései lesznek az Unióval, és hát ehhez kapcsolódóan már érdemes Magyarországnak és Vajdaságnak, Szerbiának együttműködni gazdasági kapcsolatok terén. Lehet a határokat légiessé tenni. Dajcs Tamás és Bénagy László is részt vett a szabadkai magyar konzulátus pénteki állampolgári eskütételén. Az Európai Parlament képviselője azt mondta, az állampolgárság jogos öröksége a Vajdaságban élőknek. Én mindig magyar voltam, és mindig nagyon büszke voltam rá, és nagyon örülök neki. Január 1-e óta csaknem 10 000-en kérelmezték a magyar állampolgárságot a Vajdaságban.